A tárca vezető arról számolt be, hogy a cég elektromos autókhoz fog alkatrészeket gyártani a városban. Ez már a jövő év első negyedében megkezdődik. Ezzel párhuzamosan pedig új üzemcsarnok építését is megtervezik. A mintegy 39 milliárd forintos beruházást az állam 7 milliárd forinttal támogatja, így hozzájárulva 450 új munkahely létrehozásához, tájékoztatta televíziónkat. Beszédében kiemelte, hogy a Zhejiang Shunhuang Driver Line piacvezető lesz Európában az elektromos autók motorjaihoz szükséges fogaskerekek és tengelyek gyártásában. És jól látszik, hogy az autóipar hazánkban jelenlévő szereplői is azonnal reagáltak erre az új helyzetre. Az a három német prémium autógyártó vállalat, amely itt van Magyarországon, úgy döntött, hogy az elektromobilitási stratégiájuknak, vagyis az új autóipari korszakra történő átállásuknak az egyik legfontosabb szegmensét ide hozzák mind-mind Magyarországra. Ez jó hír, ugyanis azt látjuk, hogy minél több német vállalat van Magyarországon, azoknak annál több kínai beszállítója érkezik ide. A három nagy német autóipari vállalat nyomán ma már a világ 10 legnagyobb elektromos akkumulátor gyártó vállalatából 5 elkötelezte magát Magyarország mellett. A nagy német autógyártó vállalatoknak nagyban köszönhetően már a Magyarország a keleti és a nyugati gazdaság, a keleti és a nyugati beruházások európai találkozási pontjává vált. Hogyha nem neveztünk volna be ebbe a versenybe, és pláne, hogyha nem lennénk sikeresek ebben a versenyben, akkor Magyarország az elkövetkezendő rövid időszakban nagyon sok autóipari kapacitását veszítené el, amivel nem csak munkahelyek tízezrei vesznének el, hanem a nagy autóipari vállalatok magyarországi kis és közepes vállalkozói beszállítói is elveszítenék a megélhetésüket. Jó hír, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a mai napon egy újabb, a zöld autóipari átállást elősegítő beruházással erősödik a magyar gazdaság. Tisztelettel köszönjük a kínai Zhejiang Shunhuang Driveline vállalatnak, hogy ezen újabb beruházásának helyszínéül Magyarországot, jelesül Jászfényszarút választották. Örülünk annak, hogy a Shunhuang Driveline vállalat itt Jászfényszarún fogja gyártani talán legfontosabb elektromos autó motor alkatrészeit, köztük a fogaskerekeket és a tengelyeket. Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy a következő időszakban azon országok lesznek sikeresek, amelyek megértik, hogy kelet és nyugat együttműködését erősíteni kell. Ennek kapcsán kitért arra is, hogy a magyar-kínai gazdasági együttműködés rekordjai évről évre dőlnek meg. Magyarország Kína első számú beruházási célpontja Közép-Európában. A kelet-ázsiai ország pedig idén már hazánk második legfőbb importforrása Németország után. Aláhúzta, hogy Magyarországi a kontinens legversenyképesebb beruházás ösztönzési rendszere, és az is fontos, hogy a kormány képes ellenállni mindenfajta külső nyomás gyakorlásnak. Mi a kelet-nyugat együttműködésben nem veszélyt, hanem hatalmas lehetőséget látunk. Ezért nem a Kínával való együttműködés a veszélyes, hanem annak a hiánya. Tisztelt hölgyeim és uraim, a helyzet az, hogy az elkövetkezendő időszakban azok az országok lesznek erősek, amelyek megértik, hogy a kelet-nyugat együttműködés természetes, és hogy a kelet-nyugat együttműködést erősíteni kell. Mi magyarok is évről évre döntjük meg a Kínával való gazdasági együttműködés rekordjait. Idén már Kína Magyarország második számú import forrása, a második legtöbb import Németország után Kínából érkezik Magyarországra. És mi magyarok lettünk a kínai beruházó vállalatok első számú közép-európai célpontja, a legtöbb kínai beruházás Közép-Európában Magyarországra érkezik. Végezetül üdvözölte, hogy hazánkban jelen van mindhárom nagy német prémium automárka, valamint a világ 10 legnagyobb elektromos akkumulátorgyártója közül már 5 is elkötelezte magát Magyarország mellett.